Országos szűrőprogramot indított a Nemzeti Népegészségügyi Központ, ennek első Szabolcs megyei állomása Barabás volt. A program célja, hogy a prevencióra hívják fel a figyelmet, mivel a megelőzés minden esetben hatásosabb, mint a már kialakult betegségek kezelése. Itt a határmenti Barabáson volt először lehetősége a helyieknek kipróbálni az egészségügyi szűrőbuszokat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Erre az országjáró programra azért is volt szükség, mert hazánkban is az látszik, mint minden fejlett országban, hogy a 65 év alatti, vagyis a korai halálozások kétharmadának a hátterében a kardiovaszkuláris, tehát a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek állnak. A buszokon szájüregirák, bőrrák és ményakrák szűréseket végeztek a szakemberek, de egészségi állapot felmérésen és életmód tanácsadáson is részt vehettek a helyiek. Az intézetünknek jelen pillanatban összesen 10 darab általános szűrőbusza van, ezekkel járjuk az országot. Az elsődleges cél azon településeknek az elérése, amik 3000 fő lélekszám alattiak, és távol vannak az egészségügyi ellátóközpontokból. Ezért is a neve a helybe visszük a szűrővizsgálatokat. Barabáshoz a legközelebbi egészségügyi központ Vásárosnaményban működik. A két település közötti távolság több mint 20 kilométer. A szűrőbuszokat nem egy kampányszerű programként indították, szeretnének idővel mindenhova eljutni. A keddi rendezvényen a szakemberek az elsődleges prevenció fontosságát hangsúlyozták. Ez a megelőzést jelenti, ez lenne a legfontosabb mindenki számára. Ez az egészséges életmódot, helyes táplálkozást, sportolást, illetve a szűrővizsgálatokat is takarja. A szűrőbuszos program a másodlagos prevencióról szól. Ebben a fázisban olyan állapotban próbálják diagnosztizálni a betegségeket, amikor még tünetmentesek. Így biztosíthatják a korai kezelést, illetve a megfelelő betegutakat. A megelőzés és a szűrés az nagyon sok mindenre kiterjed, és ugye szájüregi szűrés, az ott lévő elváltozások, nőgyógyászati szűrések, hasi elváltozások, különösen a bélrendszernek a malignus betegségek iránti szűrése, ez mind-mind olyan terület, ahol nagyon nagy előrelépésre van szükség, mert az egészségügy az egy rettenetes nagy polip hálózat tulajdonképpen, ami, hogyha megnézzük az emberek hétköznapjait, mindenkinek még a családjába beszűrődik. És olyan anyagi és finanszírozási terhet jelent egy országnak, amiből nagyon nehéz kibújni. Mind anyagi, mind egészségügyi szempontból ezért tulajdonképpen egyre lefelé tolja minden fejlett ország a megelőzési szintet. Tehát, hogy nagyon korán, vagy megelőzve, vagy a kialakult betegséget nagyon korán felismerve kezelve, ez a legolcsóbb, ez a legjobb mindenkinek, mert meggyógyítható a betegség. És hát amiben Magyarország el van maradva folyamatosan, az egészséges kultúra. Tehát az egészségkultúra és a tulajdonképpen beletartozik a gyerekkornak a testneveléshez való hozzáállás és a mozgásszabadság. Tehát nagyon szomorú azt látni, hogy valaki mondjuk 30 éves koráig egy rendezett életet él, ebbe beletartozik a sport, még tanulmányai vagy fiatalkora miatt történik egy sportos életmód, és aztán elengedi magát. És egy 20 évvel később öregedik egy nyugat-európai szinten egy 40 évet. Tehát ebben nagyon, nagyon el vagyunk maradva, és ezek a szűrések és a prevenciós programok mindezt az egészségtudatos életmódot nevelik. Tehát annak ellenére, hogy mi most csinálunk egy kardiológiai szűrést, amikor ott beszélget az egészségügyi személyzettel, akkor nem csak azt mondja, hogy vigyázzon a vérnyomására, hanem fusson naponta 30 percet. És ez sokkal könnyebb és jobban kezelhető ez a dolog, mint mondjuk gyógyszereket beszedni. Tehát az, hogy itt megjelennek a kollégák, és megjelennek ezen a szinten, hogyha ez hálózatos formába kialakul, és ez a fontos, és ugye erről beszélünk, hogy szűrőprogramok haltak el 100 számra tulajdonképpen Magyarországon. Meg kell próbálni felépíteni egy olyan szűrőprogramot, ami nem hal el. És most egy példát mondanék, hogy Japánban, ahol a csípős ételeket nagyon szeretik, ott a gyomorráknak előfordulása elképesztő magas, ezért ki kellett alakítani egy olyan szűrőprogramot, ami a gyomorrák megelőzésére szolgált, és kimentek szűrőbuszokkal, és gyomortükrözéseket végeztek, ami nem egy egyszerű vizsgálat, minden faluban. És ezzel a gyomorrák
gyógyításában az élvonalba kerültek. De ez csak egy példa. Nekünk tulajdonképpen, hogyha egy 10%-os testsúlycsökkentést érnénk el, és egy rendszeres testmozgást tudnánk biztosítani, akkor nem lenne szükség ennyi kardiológusra Magyarországon. Egy gazdasági példát mondanék, miért spórolnak mindig a németek. Ugye a németeket azt mondják, hogy spórolnak állandóan. Hogyha megnézzük a német tévét, akkor a spáren szó, a spórolás szó az tulajdonképpen kb. 1 percenként jelenik meg a tévéreklámokban. Nálunk nincs meg ez. A prevenció és a megelőzés szónak bele kellene kerülni a tévéreklámoknak, úgy a szótárában, mint a német tévében a spórolás szónak. És hogyha ez ott lenne folyamatosan, az automatikusan neveli. Tehát a példák, ez ugyanolyan, mint ki milyen családban nevelődik, és ki mit hoz magával. Hogyha folyamatosan a szülők arról piszkálják a gyerekeket, hogy természetesen sportolni kell, mert anélkül nem tanulhatsz tovább, hogy ne is sportolnál, akkor mindenki sportolni fog a családba, így vagy úgy. És ez hiányzik. Tehát, hogy meg kell jelenni, ezért fontosak ezek az események. Lássák, hogy van prevenció, megelőzés, szűrés, egészséges életmód, de súlykolni kell. Az ember olyan, hogy amit súlykolnak, azt veszük a boltokban, amit súlykolnak nekünk a reklámba. A prevenciós programhoz a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház is csatlakozott. Minden egészségügyi intézménynek nagyon fontos funkciója és feladata az, hogy minden ilyen úgynevezett primer prevenciós lehetőséget támogasson. Intézményünk is, amikor felkérést kaptunk arra, hogy indul ez a program, akkor mi nagyon örömmel beszálltunk ebbe a dologba, ugyanis intézmény, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórházban a tavalyi évben már elindítottunk 6 darab úgynevezett megyében lévő egészségfejlesztési irodát. Ezeknek az irodáknak szintén az a céljuk, ugye, hogy a halálozást, megbetegedések számát csökkentsék, hisz nagyon jól tudjuk azt, hogy milyen, akár a daganatos halálozás, mennyire rossz helyen vagyunk Európa és világviszonylatban is. Tehát minden olyan lehetőséget egy intézménynek és a mi kórházunk is abban a pillanatban, hogy mondjam, támogatta, ahol ezeket a szempontoknak és ezeket a dolgokat tudjuk csökkenteni. Az intézmény részéről ugye szakember kérdés merült föl, tehát a kórházi szakemberek végzik itt a szűréseket a szervezéssel együtt, amit ugye az egészségfejlesztési iroda, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársa és a megyei kormányhivatal is részt vesz ebbe. Azt gondolom, ez egy komoly csapatmunka, ebből egy kórház nem maradhat ki, mi se szeretnénk kimaradni, és mindenben támogatjuk ezt a programot. Én azt kívánom és azt szeretném, ha ez a program ez menne tovább, tehát meg lennének azok a csatornák, azok a források, hogy minél több, mind a megyében, ugye itt eznek van egy ilyen, hogy mondjam, hát felhívó jellege is, hogy az ország egyik legkeletibb falujában vagyunk, és itt indítottuk el ezt a programot. Azt gondolom, hogy akkor lennék én is boldog, ha egy országos nagy hálózat tudna kialakulni, a megfelelő betegutakkal, tehát a betegeket a megfelelő helyre tudnánk irányítani, a kiszűrt betegeket. És minél többen, és nagyon lényeges, hogy minél többen jöjjenek el erre a szűrésekre. Itt vagyunk, helybe jöttünk, ez az itteni embereknek a saját igényességét is jelent, hogy én elmegyek, és példát mutatok az, hogy a szűrésen részt vettem. Az egészségkultúra tekintetében hazánk még mindig el van maradva más európai országokhoz képest. Sokan élnek mozgásszegény életmódot, nem járnak rendszeresen orvoshoz és nem figyelnek a táplálkozásukra sem. Vannak, akik egész életükben, mások csak egy bizonyos kor felett. Pedig ezekre odafigyelve számos betegség is megelőzhető lenne, hangzott el Barabáson.